Terézvárosi művészeket bemutató sorozatunkban ma Józan László lesz a vendégem, illetve a vendégem, szeretettel köszöntelek. Köszönöm, én is üdvözlöm. Azt gondolom, hogy nem volt rossz választás annak idején, hogy beköltöztél Terézvárosba, hiszen minden tényleg egy köpésre van, és a Vix Színház, ami jelen pillanatban a fő állomás helyed, az gyalog is megközelíthető. Mennyire jársz gyalog, illetve mennyire szeretsz ebben a közegben élni? Induljunk ki ebből. Én több mint 5 éve lakom Terézvárosban, nagyon-nagyon szeretem, amit már említett is, hogy minden közel van, és minden egy köpésre van. Amikor tehetem, akkor gyalog megyek át kutyámmal, átsétálok a Vix Színházhoz, ami innen tényleg egy köpésre van, de javarészt autóval közlekedem, bevallom őszintén, de hogy nagyon-nagyon örülök annak, hogy minden közel van, tehát piacok, üzletek, szórakozóhelyek, opera, stb. Tehát, hogy minden, ami engem érdekel, az minden itt van a közelben, és ez nagyon-nagyon jó tud lenni. Nem véletlenül, hogy ezzel kezdtem, hogy ezzel a közelséggel, hiszen a Rózsavölgyi szalon is tulajdonképpen pár föld alatti megálló, vagy egy kis sétával is megközelíthető. Induljunk ki ebből a Rózsavölgyi szalonos esből, ami egy nagyon-nagyon izgalmas est, és egy picit más, mint ami a te közeged. Most a nézők megnéznek téged, és kérlek szépen tegezél vissza. Rendben. Megnéznek téged, akkor tudják azt, hogy minden este a barátok közben láthatnak. Követik a szerepbeli sorsodat, sokan megszólítanak az utcán, de más előadásokban, és ott majd a Vix Színházi estekre is, illetve előadásokra is rátérünk, láthatnak azok, akik színházjáró emberek. De az embereknek ugye az ember közeli, mégiscsak a napi sorozat a televízióban. Ettől teljesen eltérő a Rózsavölgyi szalomban levő autista fiút megszemélyesítő estetek. Mesélj nekem erről. Így van. Én lassan tíz éve vagyok a Vix Színház tagja. Az egyetem befejezése, a színművészet egyetem befejezése után rögtön a Vix Színházba szerződtem, és nagyon sok helyen játszottam azóta. Ennyire összetett szereppel még nem találkoztam, mint ami a Rózsavölgyi szalonban játszom. Táncórák címmel mutattunk be egy előadást szeptember közepén, Dicső Dániel rendezt, és Ulma Mónika a partnerem. Én magam egy autista fiút játszom, egy nagyon-nagyon, fogalmazhatok így, szűk keretek közé szorított karakterről van szó. Egy nagyon-nagyon érdekes történet, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem azon nevetünk, hogy egy autista, hanem a helyzeteken nevetünk, és felhívja a figyelmet különböző dolgokra, ami nagyon-nagyon fontos mostanság, hogy hogyan fogadjunk el egy autista fiút, vagy egy autista nőt, teljesen mindegy, de hogy magát ezt a jelenséget hogyan kell kezelni, vagy hogyan kell elfogadni. Nagyon sokan élnek autisták közöttünk, vagy autisztikus vonásokkal jó élő emberek. Is. Nem tudom, hogy akkor tegeződjünk. Bennem a próba folyamat közben folyamatosan jöttek elő dolgok, hogy aha, tehát hogy ez is egy picit ilyen autisztikus vonás bennem. Nyilván benned is vannak ilyen dolgok, tehát azt hiszem, hogy mindannyiunkban van egy pici autizmus. És ahogy a tudomány fejlődik, és ahogy nevet adnak egy-egy probléma csoportnak, ugyanúgy szembesülünk mi is azzal, hogy az autizmusnak hányféle válfaja van. Az autizmust ugye az emberek elsőként kézenfoghatóan az Esőemberből ismerték meg. Gondolom, hogy te is megnézted ezt a filmet. A te figurád, amit hozol a Rózsavölgyi szalomba, mennyire húzható rá arra a figurára, hiszen az egy nagyon-nagyon erős karaktert mutat be, és az autizmusnak pedig ezerféle válfaja van. Amikor készültünk az előadással, akkor én direkt nem néztem ilyen jellegű filmeket, vagy nem. Ez volt a célom, hogy nem. Tehát nem akartam ilyen sztereotípiákat, hanem próbáltam önmagamból, vagy a helyzetből fakadóan megfogalmazni a szerepet. De az autizmusról készültél? Vagy az autizmusról készültünk. Egy autista fiú ellátogatott hozzám, és egy délutánt eltöltöttünk együtt, és tőle nagyon-nagyon sok mindent elloptam, ha fogalmazhatok így. Nagyon-nagyon jó volt azt látni, hogy ő hogyan közlekedik az emberek között. Ugye 20-25-30 évvel ezelőtt még az volt az autistákról a köztudatban, hogy ők nem normálisak. És közben ez nem így van, tehát hogy vannak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon okos autisták. Sőt, a zseniatilitás szélén levők. Így van. Tehát egy bizonyos szakmán belül, vagy tudományon belül, vagy bármilyen munkán belül nagyon-nagyon-nagyon tehetségesek. És én próbáltam, illetve a rendezővel és Mónikával, Unna Mónikával próbáltunk mindenféle ötleteket
találni arra, hogy hogyan tudom én saját magamból megfogalmazni. Tehát, hogy ne egy sztereotípiát lássunk, hanem egy húsvér embert, mint egyébként, amit a színházban, hogyha beül a néző, akkor egy valóságos karaktereket lát. Mennyire dráma, mennyire vígjáték? Kettőnek az ötvözése. Nagyon sokat lehet rajta nevetni, főleg a helyzeteken. Nagyon fontos, hogy nem az autizmuson nevetünk, hanem a helyzeteken, a megírt helyzeteken, hogy egy neurotipikus, ugye ő így nevezi a normális embereket, egy neurotipikus és egy autista fiú között mi a különbség, és ezekből a helyzetekből fakad egy csomó vicces rész. És a nézők nagyon-nagyon szokták szeretni. Érdekes, tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy hiánypótló előadásról van szó, hiszen akik nem találkoznak az autizmus jelenségével a hétköznapokban, tényleg nem nagyon tudják ezt kezelni. Azok sem, akik nap mint nap találkoznak vele, mert az emberek rohannak, nem biztos, hogy nyitnak, mint ahogy nagyon sok olyan ember felé nem nyitnak, amik valamilyen úton-módon eltérnek. Ilyen a te karaktered, a Tóbiás karaktere is gyakorlatilag, ugye a barátok közben. Így van, én már nem vagyok képernyőn október vége óta, tehát a jubileumi adás ugye megélte a 20 évet a barátok közt, nem olyan rég, október végén, és a karakterem Tóbiás akkor távozott a sorozatból, de közel 5 évet töltöttem el abban a csodálatos stábban, és nagyon-nagyon sok mindent tanultam. A mai fiatal színészeknek nincs könnyű feladata. Nagyon sokan vagyunk, nagyon sokan végzünk évről évre, és nagyon kevés lehetőség van arra, hogy igazából megmutassuk önmagunkat, hogy mire vagyunk képesek, vagy mit tudunk. És amikor 5 évvel ezelőtt jött egy lehetőség, hogy barátok közt, akkor én boldogan mondtam igent, tudván a karakternek a jellegzetességeit, hogy miről fog szólni a története, de napi szinten voltam kamera előtt, amit kevés fiatal kolléga mondhat el, és nagyon sok mindent tanultam ebből, amit kamatoztatni tudok a színházban is. Mondok csak egy nagyon egyszerű példát, szövegtanulás, tehát ott ugye napi szinten 10-15-20 jelenet van egy napra, mondjuk nekem, vagy volt egy napra, és az, hogy hogyan tudok memorizálni gyorsan, vagy egy mondatnál, ennél a mondatnál lerakom a poharat, a másiknál odafordul, tehát egy csomó olyan dolgot tanultam meg, amit a színházban is tudok kamatoztatni, illetve remélhetőleg a közeljövőben filmes téren is. Említetted a színházat, bemegyünk a Víg Színházba, ami 10 éve a saját közeged. Gyakran járok be. Gyakran jársz be. Teljesen eltérő karaktereket játszol. Ott aztán tényleg, hiszen a Pál utcai fiúban is van szereped, és egy monodrámában tudod igazán megmutatni a képességeidet. Egy monodráma mindig egy hatalmas felelősség. Olvastam egy cikkben, hogy ugye Szabó István, kiváló Oscar-díjas filmrendező, rendezte ezt a darabot, ami hát én szerintem egy pályának a csúcsa, hogyha egy ilyen emberrel együtt dolgozhat. Így van, egy olyan zseniális tanárról és mesterről és művészről beszélgetünk, aki olyat képvisel, ami már nem nagyon van jelen, vagy nagyon kevés ilyen típusú ember van, mint ő, aki ennyire tudja a szakmát. Egy csodálatos találkozás volt tanárúrral, mondhatni, hogy barátság lett ebből a munkafolyamatból, Eszeny Enikőnek köszönhetően jött ez az egész monodráma előadás. Ugye általában azt szoktuk mondani, vagy a színházi szakmán belül azt szoktuk mondani, hogy a monodráma az inkább az idősebb kollégáknak a műfaja, amikor már megéltek egy bizonyos kort, eljátszottak X mennyiségű szerepet, és van miből fogalmazni. És amikor Eszeny Enikő megkeresett ezzel az ötlettel, hogy mi lenne, hogyha ezt megcsinálnánk Szabó István tanárúrral, akkor volt bennem egy félelem, hogy az én 30 évem elegendő ahhoz, hogy másfél órán keresztül le tudjam kötni a nézőket. Azt kell elképzelni, hogy egy holland tipikus szoba belsőben vagyok, és nem megyek ki ebből a szoba belsőből másfél órán keresztül. Egy nagyon érdekes történetet a magányról, igazából a magányról szól az előadás, hogy milyen a társas magány, milyen, amikor valaki egyedül van és úgy magányos. Tehát egy olyan témát boncolgat, ami abszolút a mai világban helyén való. Hisz én azt látom,
hogy mindenki rohan, amit te is említettél már, nincs idő a másikra, nincs idő föltenni egy kérdést, és azt látom, hogy mindenki magányos. Uh-huh. Akár egy kapcsolaton belül is. Igen. És igazából a történet az erre van felfűzve, vagy erről szól másfél órán keresztül. Az, hogy meleg fiút játszottál a Barátok közben, mennyire segített a karakter megformálásában, a színházi produkcióban, hiszen ott is egy meleg fiú szerepében. Nem a melegségről szól a monodráma, az egy mellesleges dolog. Az, hogy ki mit csinál otthon a négy fal között, szerintem az magánügy. Az igazából az egy mellesleges dolog, hogy ő egyébként meleg, tehát nem arról tehát beszélek. Tehát nem attól hosszan. Magányos. A társas magányában. Nem gondolom azt, hogy az ember, ha valaki meleg, akkor attól magányos, mert meleg. Nagyon-nagyon sok hetero barátom és ismerősöm van, akik magányosak. Tehát azt gondolom, hogy a kettő között nem igazán lehet párhuzamot vonni. Nem úgy jött ki az élete. Amiről szól, hogy ő dolgozik, folyamatosan dolgozik, és ami a mában, a mai valóságban is van, hogy igazából, hogyha az embernek sok munkája van, akkor nincs idő másra. Tehát reggel elmegy, este hazamegy, lefekszik, alszik, örül, hogyha pihenhet. És igazából ő is, tehát hogy a Villám karaktere is egy hasonló jellegű ember, aki folyamatosan dolgozik és folyamatosan pörög. Azt tudom, hogy szeretsz jótékonykodni, van egy belső indítatásod arra, hogy segítsél az embereknek. Miben nyilvánul ez meg? Én Kárpátalján születtem, és ott is éltem 18 éves koromig, és a családom a mai napig ott él. 31 éves múltam, tehát ki lehet számolni, hogy hány év élek Budapesten, tehát 18 éves koromban felvételiztem a Színművészeti Egyetemre, Marton László hegedűsdégéz és Forgács Péter osztályába, és fel is vettek elsőre, aminek én nagyon-nagyon örültem, és tulajdonképpen azóta élek Budapesten. Évről évre hazalátogatok, sajnos nem sokszor, mert sajnos, köszönhetően a munkámnak nem tudok gyakran hazamenni. De amikor hazamegyek, mindig látom azt a leépülést, ami otthon fogad. Mindennek az ára nő, viszont annak értékében a fizetés, illetve a nyugdíjak nem növekednek. Idén csináltam húsvét előtt egy licitet, indítottam a Facebook oldalamon, illetve az Instagram oldalamon, ahol és a befolyt összegből két licit tárgyat bocsátottam licitre, és a befolyt összegből 9 családnak tudtam segíteni otthon Kárpátalján, a szülőfalumban, Mezőváriban, illetve van egy betegsegítő és gondozó szolgálat, és nekik tudtunk nagy értékben csomagot vinni. Az ökumenikus segélyszervezettel karöltve, ők gyakran társulnak az én akcióimhoz, és köszönöm ezt nekik, mert hatalmas segítség. Az ő munkatársuk kiment a családokhoz, és személyre szólóan megkérdezte mindenkit, hogy mit szeretne. Volt, aki mosógépet, volt, aki íróasztalt a gyerekeknek, de az esetek nagy részében száraz élelmiszert kértek. Én személyesen adtam át. Ez azért át. Érdekes és elgondolkodtató. Így van, nem véletlenül mondtam ezt a legvégére. Én személyesen adtam át a csomagokat, és látva azt az örömöt, hogy körülbelül egy havi száraz élelmiszert kaptak, illetve tisztítószereket, és látva az örömöt az arcukon, és azt a sírást, ami ott engem fogadott, nekem ez nem esik nehezemre egy ilyen jellegű megnyilvánulás, de embereknek hatalmasat lehet ezzel segíteni, vagy olyan lendítést lehet nekik adni, amit ritkán kapnak meg. És látva azt az örömöt és boldogságot, ami fogadott ott engem, azt nem lehet megvásárolni, azt nem lehet megrendelni az interneten, és nem lehet megvásárolni a bevásárlóközpontokban. Csodálatos, tehát jövőre is készülök, már vannak ötletek, mert az én fejemben az van, hogy karácsonykor mindenkinek megnyílik a pénztárc, és mindenki szívesen ad és segít. De az év 363 napjában, vagy 62 napjában is elkél a segítség, és általában ezt én húsvétre szoktam időzíteni, úgyhogy nagy valószínűséggel jövőre is húsvétkor lesz valami hasonló dolog. Reméljük, hogy lesznek hozzá csatlakozók is. Kárpátaljáról egy pillanatot visszatérnénk, említetted, hogy látod azt, hogy mennyire elszaladnak az árak, és mennyire nem fejlődik semmi. Hogyan fogadnak téged ott? Hiszen te egy kitörési pontot jelentesz az ottani a magyaroknak. Egy példát.
Egy-két esetben nem hiszik el, mert láttak a tévében estéről estére, és egyszerűen nem hiszik el, hogy ott vagyok a tévében, és egyszer csak ott sétálok mondjuk Beregszász főterén, vagy a faluban. De nagy-nagy szeretettel fogadnak. Nyilván a falunbeliek, el szoktam menni az iskolába otthon, és akkor ott gyerekekkel találkozom, a magyar tanárnőm, akinek köszönhetően indult az én karrierem még középiskolás koromban. Irmuska nénő rendszerint szokott ilyen beszélgetéseket szervezni a gyerekekkel, hogy egy pici lökést adjak nekik azzal, hogy igenis én három táskával érkeztem meg Budapestre, tényleg a szegény fiú a nagyvárosban nagyjából, és hogy nagyot kell álmodni, hogy lehet álmodni, és szabad, és kell is álmodni, és valami nagyot kell kigondolni, és megvalósítani. Azt gondolom, hogy ennél szebb végszó nem is kell egy beszélgetéshez, hiszen Józan László nagyot álmodott, voltak segítői, akikre a mai napig támaszkodhat, és akik támaszkodhatnak rád is. Érdemesnek indulni a nagyvilágnak, szerencsét próbálni és megvalósítani az álmokat. Köszönöm szépen, ez egy szép üzenet így karácsonyra. Kedves nézőink, reméljük, hogy Józan Lászlót minél többen fogják látni, mind a Rózsa Völgyi Teátrumban, mind pedig a Víg Színházban, vagy egyéb előadásokon, filmeken. Érdemes az előadásait megtekinteni, hiszen mind-mind rengeteg tartalommal bírnak. Sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, és kellemes ünnepeket kívánok. Köszönjük szépen. Kedves